három hazai győzelem is egy döntetlen mellett négy mérkőzésen is idegenbeli siker született a labdarúgó megyei első osztályú bajnokság 14. fordulójában. A Kisvárda 2 5 núra verte a vendég tarpát, a Mándok a fehér gyarmatnál bizonyult jobbnak 2 0 az Újfehértó pedig a nagyhalász halász múlta felül 3-2-re. A Tiszakanyár nyírmegyes meccs 2-2-vel végződött. A Balkány kemecséről vitt el a 3 pontot 3 1 győzelmével, a Nyírgyulaj Baktolórend nyert 2-1-re, az Ibrány Máté Szalkáról távozott 4-2-vel, a nagyeset pedig vásáros lőtt 3 gólt, egy kapott találat ellenében, így a negyedik forduló óta először örülhet egy győzelemnek Ádánszki Róbert együttese. Ugyan megérdemelten is győztünk, tehát ezt nem vitatta a madarinamester sem. Hát annyi történt, hogy a 8-9 ember helyett most voltunk 14-en, felépültek a hosszú ideje távol lévők, én úgy gondolom ez eredményezte igazán a sikert. A tabella élén a nyírgyulaj áll 31 ponttal, megelőzve a 30 pontos nagyhalászt és a 27 pontos mándokot. Az alsó régióban a baktaló rendházának és a nagyecsednek egyaránt 13 pontja van, a nyírmegyes 9 pontot szerzett, a sort pedig a 6 pontos tiszakanyá zárja. A nagyecsed szombaton az őszi zárófordulóban a Máté szalkát fogadja, majd a balkány elleni elmaradt meccsét pótolja a legutóbbi bajnok teljesen mindegy, hogy hogy vagy mi árán, tehát mind a két meccsen a három pont megszerzése a cél. Ugye ilyen mélyen még nem voltunk, mi most vagyunk a bajnokságban, tehát erre a hat pontra égetően szükségünk van, hogy legalább zákózunk a középmezőhöz. A 15. forduló további párosítása a következő, Nyírmegyes Újfehértó, Nyírgyulaj Kisvárda 2, Tarpa Kemecse, Fehérgyarmat Vásárosnamény, Iberány Baktoló Rendháza, Balkány Tiszakanyár és Nagyhalász -Mándok.